Sziasztok, Máté vagyok, és elérkezett az a videó, amire mindannyian vártatok. Itt van velem ismét Anikó, és most megcsináljuk nektek a hajegyenesítős videót, amit az utcafonásos videóban említett Anikó. Megszállítunk meg, megmutatjuk, hogy ez a krém hogy működik. Igen, itt vagyunk most a Schwarzkopfnál, megengedték, hogy forgassunk náluk, úgyhogy egy kicsit hangzavar van, az azért van, mert jelenleg éppen ilyen hajfestés továbbképzés van, és még a többiek dolgoznak. De mi már készen vagyunk, és most Anikónak fogjuk megszállítani a haját. Jó, azért nem kell túl játszani. Na, a lényeg az, hogy látjátok, hogy Anikónak egy kicsit ilyen természetes hullámos a haja, és hogyha nincsen kiszárítva, akkor ilyen. Ilyen. És ez a hajegyenesítő krém, pedig pont tökéletes Anikó hajához, úgyhogy ezt fogjuk most megmutatni, úgyhogy ha érdekeltiteket ez a videó, reméljük, hogy igen, mert rengetegen kértétek, akkor tartsatok velünk. Mert most először Anikónak leöblítjük a haját, mert megmosta, de hát vizes haját tudunk csak beszállni, szóval menjünk haját most. Jó. Jó, segítek picit. Várjál. De magadat mutassad. Hogyha még nem adtatok volna a hajmosást, akkor most felmosunk. Igen. Imádom, amikor mossák a hajamat. De most nem fogjuk meg, most itt csak bevizezzük. Igen, tudom. Egyszer megmossam. Igen. Na jó, akkor most egyszer megmosom. De csak a ti kedvetekért, meg az Anikóért. Megmostuk most Anikónak a haját, készen vagyunk a mosással. Ezt tartsd a vállaljon. Jó, rendben. Szóval, miután megtöreltem a hajamat, meg ilyesmit, akkor utána egy nagyon-nagyon-nagyon vékony fogú fésűvel át szoktam fésülni. Áthúzom, hogy ugye minden víz kijöjjön belőle, aztán lefújom egy ilyennel, ami egy ilyen előkezelő. Igen, ez a szárítást gyorsítja, mert valami olyasmi technológia, hogy a víz molekulákat összegyűjti, és akkor itt gyorsabban fog száradni. Igen. És a lényeg az, hogy ennek nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon puhalesztő, szerintem már ettől is a hajam. Tényleg ez igazából minden hajszállítás előtt lehet használni. Igen, pazar, simaság, gyors, száraz hajérzet, nem ragad, begöndörülés elleni védelem. Szóval ez így néz ki. Van egy kis kettes, és nagyon-nagyon-nagyon praktikus. Na, először fújok Anikó hajára egy pár pumpányit ebből a szállítás körülből. És utána ezt is megfésülöm. Jó, ezzel meg is vagyunk. És akkor most jöhet a krém. Viszont ebből nem szabad sokat használni. Így mutatom nektek. Kb. Ennyi kell Anikó hajára, ez olyan két-három borsónyi. Ja, a hüvelykújat hoz. Körülbelül a hüvelykúj mértékben. Tehát nem kell belőle sokat használni, tényleg. És ezt először így össze szoktam dörzsölni a kezemben. Hopp. És szóval utána így belehúzom Anikó hajába, próbálom egyáltalán, és sehova sem megyek belőle sok. Egyszer úgy jártam, hogy iskolának akartam gyorsan hajat mosni, és akkor még csak így láttam, hogy itt a fodrászok megcsinálták, hogy ó, igen, akkor ebből egy kicsi, abból egy kicsi. Hát ez egész hajamra raktam mindenhova, de körülbelül egy ilyen ekkora penyérnyét, és úgy néztem ki, mint aki egy hónapja nem mosztott, vagy semmi ilyesmi, és fogtam és kiadtam az egész napot a sulikba, mert otthon voltam, és hajat mosztam. Szóval senki sem jött húzásba. Napi tanácsom, ha undorítva néztem ki. Elhiszem, mert ebből tényleg ennyi is elég. És akkor most először előszállítom egy kicsit Anikó hajját. Nem tudom, de elő szoktam beszállítani. Egy kicsit elő kell. Készen vagyunk, azt odaadom neked most már. Még annyit segítek, hogy leválasztom a hangulról, jó? Na, itt van a hátul. Megmutatom nektek, hogy miért választottam le. Tehát így a hátsó részt
És akkor szerintem ezt ketté választjuk, és akkor az egyiket az egyik vállad elé, nem? A másikat a másik váll elő. Na. Jó. Hát akkor... Na és... Szerintem nem mindegy, hogy ilyen fésűvel szállítjuk a hajunkat. Én ilyenre gondoltam. Én is ilyenre gondoltam. Ilyen körkefélem. Igen, mert ugye az én kis pici, vagy minden is tök jó, ezt nagyon szeretem. Nagyon fura, hogy néztem kell magamat, hogy ne legyek ilyen kis furifejű a videóban. Nem baj, ha furifejű vagy. Más is furifejű, amikor szállítja a haját. Gondolom, igaz? Jól megszállítom, meg fésűvel, hogy ne akadjon bele minden. Mert a legnagyobb izényom, hogy még fél, hogy belakad a hajamba, és úgy maradok. Na, most a kezembe veszem a... Ezt a izét, Isten. Igen, látom. Nem kell ilyen beszélyessel élni. A hőfokot közepeste? Látom. Csak ahogy szoktad csinálni. Igen, tudom. Csak is a hőfok. De van. Ez a hőfok. Milyen? Hatalmas. Csak úgy csináld, ahogy szoktad. Nem látom. Nem is kell mondani. Na, kész.
talking when it's closing time. I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up our lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go-away girl and a perfect night. És ő magyarázta nekem, hogy hiába álltam rá magasabb hőfokozatot, hogy akkor majd biztosan gyorsabban kész lesz, meg tartósabb. Az európai nők haja, ami 180 fokot bír, kb. 180 fokot. Igen, ezt én is elmondtam több videóban, és szóval csak pedig engem követne, nem kell perui nőkre hallgatnod. Most már nem mindig. Mindig mondom a videóimban, hogy max 180. És így tök durva, hogy magyarázta nekem, hogy megkérdezte, hogy honnan származok, meg ilyenek, mert hogy ő kivasálná a hajamat, én meg én. Miért? És akkor így elmagyarázta nekem ezt a hajdolgot. Na, el is készültünk Anikó hajával, be is szállítottuk. Én egy kicsit besegítettem, megmondom őszintén, de mekkora dicsérjelek. Csak az idő miatt. Csak az idő miatt, de nagyon ügyesen szállítottad magadnak. Szerintem magáért beszél, szerintem. Igen. Schwarzkopf Ténbájt. És képzeljétek el, hogy a Schwarzkopf felajánlott nekünk, vagyis nektek, a csatornán nézőinek 5 darab ilyen hajegyenesítő krémet, amit köztetek fogok kisorsolni. Úgyhogy ha szeretnétek ti is megnyerni ezt a hajegyenesítő krémet, akkor nem kell más tennetek, mint hozzászólásban itt a videó alatt megírni, hogy miért szeretnétek ezt a krémet megnyerni. Le kellene írni a hozzászólásban az e-mail címeteket, hogy fel tudjam veletek venni a kapcsolatot, valamint be kellene cserébe lájkolni a Schwarzkopfnak a Facebook oldalát is, és akkor a hozzászólásban ezt is a leírni. Oldalt, igen, igen, a magyar a Facebook oldalt, és hozzászólásban le kellene írni, hogy lájkoltátok a Schwarzkopf Facebook oldalát. Szóval lájkoltátok a Schwarzkopf Facebook oldalát, hogy miért szeretnétek meg nyerni ezt a hajegyenesítő krémet, és az e-mail címeteket. Úgyhogy ezeket várjuk lent hozzászólásban, és találkozunk a jövő héten egy újabb hajas videóban. Úgyhogy addig is sziasztok! Sziasztok! De várjatok, elfelejtettem elmondani a határidőt. Szóval a játék határideje legyen június 15-e. Június 15-én éjfélig tudtok jelentkezni, itt lent a videó alatt hozzászólásban, úgyhogy ott találkozunk, és majd random fogjuk kiválasztani a nyerteseket ilyen random kiválasztós oldala, szóval nem személyválogatás itt nincs. Na, sziasztok, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltál, Anikó. Ja. Gyerítek meg!